A legutóbbi győztes meccseken látott kezdő 11 két helyen változott az Akvitál FC-nél, Oldal Tibor és Bokros Szabolcs helyére Molnár Tibor és Mészáros Dávid került be, míg a Budaörsieknél az ex-csákvári szakmai igazgató Bognár György három korábbi Akvitál játékost is a kezdőcsapatba állított. Az első gólra nem kellett sokat várni, az 5. percben épp a korábban Csákváron játszó Horváth Rolandot buktatta az egyik hazai védő a 16-oson belül, a megítélt büntetőt pedig az Akvitáltól nyáron távozó Bakos Szabolcs váltotta gólra. A hazai csapat válasza nem késett sokat, a 9. percben egy remek kontra végén Nagy Zsolt állalt középre a bal oldalról, az érkező Molnár Tibor pedig a kapu közepébe vágta a hazaiak egyenlítő gólját. A 11. percben újabb remek hazai akció futott végig, ám a Molnár Tibor, Máté János, Sándor György összjáték lezárásából hiba csúszott. A 19. percben nagy zicsert rontottak a vendégek, Sajbán Miklós emelését védte Horváth Dániel kapus, a kipattanó érkező Pető pedig nem tudta a hálóba terelni a labdát. A másik oldalon Bese sem maradt munka nélkül, Nagy Zsolt szabadrúgását kellett hárítania, majd újra Horváth Dániel percei következtek. A csákvári háló őr előbb Horváth Roland fejesét, majd Meggyes távoli bombáját védte. A 36. percben újra Horváth Roland került helyzetbe, ám lövése az egyik védőn irányt változtatva a keresztléc fölött szállt el. A félidő hajrája aztán a hazaiakról szólt, Sándor György, Nagy Zsolt, majd Polonkai próbálkozott eredménytelenül, így a szünetre maradt az 1-1. A második félidő elején aztán a Budaörs a Bakos szabadrúgásaival gyorsan két gólos előnyt szerzett. A középpályás előbb a 49. percben Pető Bence lábára varázsolta a labdát, aki közelről nem hibázott. 3 perccel később Bakos már maga talált be. Szabad rúgása még lejött a sorfalról, második kísérlete azonban védhetetlenül vágódott a hálóba, 1-3. Az Akvitál FC 5 perc alatt akár ki is egyenlíthetett volna. Az 55. minutumban a csereként pályára lépő Molnár Csaba került helyzetbe, lövését bravúrral védte Bese, a kipattanót pedig Molnár Tibor az oldalhálóba lőtte. Az 58. percben Polonkai előtt nyílt gólszerzési lehetőség, a hazaiak középpályása azonban zicserben nem találta el a kaput. A kihagyott helyzeteket pedig gólokkal büntették a vendégek, a 64. percben egy távoli bomba kijött Horváth Dánielről, Sajbán Miklós pedig közelről nem hibázott. A 70. percben a góllövő listát vezető Sajbán Máté villant, egy remekül eltalált lövéssel alakította ki a végeredményt. A Budaörs így a gólkülönbséget tekintve talán túlzó, de megérdemelt győzelmet aratott Csáklára.